Ez a kiskutya az északi telep egyik konténerében volt, öt másik testvérével, akik sajnos már nem élték túl, és a szemétszállító cég alkalmazottja talált rá. Így megmenekült, bízunk benne, hogy túl is éli ezt a kalandot. Mondta Nemes Tíme, aki szerint 2022-ben sem lettek felelősebb állattartók az emberek. Nagyon örültünk, mert minden egyes forint nagyon jól jön. Rengeteg kutyánk van, és az élelmezéssel nekünk is, mint mindenki másnak problémája van. Az árak elszabadultak, és nehezen, de csináljuk. Nagyon örültünk, és köszönjük a támogatóknak. Természetesen száraz tápot fogunk venni. Mi egyébként minden nap főzünk a kutyáinknak. Vegyes, tehát hús, rizs, tészta, zöldségek, és ezzel öntjük le a tápot, és így élelmezzük a közel 200 kutyánkat. Úgyhogy valószínűleg ebből is száraz tápot fogunk venni, mert az a legnagyobb kincs itt most. A tavalyi év még nehezebb is volt, mint a korábbi, hiszen nagyon nagy megszorítások történtek. A 2022 is, mint az előző évek, ugyanolyan nehéz volt, sőt, még talán nehezebb is, hiszen nagyon nagy megszorítások történtek, és az emberek a homokzsákként szabadultak meg a kutyáiktól. Teljesen tele vannak a gyepmesteri telepek, az utcák, és nyilván a menhelyek, illetve az ideiglenes befogadók is. Nem tudok jóról beszámolni, mert egyre nehezebb a helyzet. Így évvégén pedig a nagyon nagy problémát a petárdázás, a tűzi játékok jelentik, amikor világgá szaladnak a kutyák, tehát még annak a terhét is sajnos viselnünk kell, vagy viselniük kell az utcára került kutyáknak. Nagyon sokszor hívnak amiatt, hogy elment a kutya az utcán, a házuk előtt, stb. Ez nem feltétlen jelenti azt, hogy nekünk azt rohanni kell és megmenteni. Sajnos vannak olyan felelőtlen kutyatulajdonosok, akik hagyják, hogy szaladjon egy kört a kutya, vagy egyszerűen csak kijár, mert nem akadályozzák meg a szökés lehetőségét. Minden kutyához nem tudunk. Eleve kapacitásunk sincs, nincs ember, akit kiküldjünk minden kutyához. Máskülönben az esélyét jobban megkapja az a kutya, aki haza is tud menni. Tehát nagyon sok kutyában ugye nincsen chip, de mégis esélyt jelent, hogyha szabadon hagyjuk és hazamegy. Ez ilyen furcsán hangzik, mert nyilván az lenne a jó, hogyha nem lenne közterületen kutya, de ha így minden kutyát összeszednénk, mi is vagy a gyepmesterek is, akkor itt tényleg nagyon kemény helyzetek lennének, mert rengeteg az önsétáltatós is. Az elmúlt évek támogatásainak köszönhetően fejlődött a menhely is, idén is várják a segítséget. Leginkább szükség örökbefogadókra lenne, felelős örökbefogadókra, de mi már annak is nagyon örülnénk, hogyha az emberek felelősen tartanák az állataikat. Ennek a két alappillére lenne az ivartalanítás és a csippezés. Nekünk is könnyebb lenne, ha a kutyát csak a saját otthonába kéne hazavinni, és nem állandóan csak menteni és helyeket bővíteni, csinálni, mert sajnos itt lehetne ezer kutyás menhely is. És ezt csak úgy lehetne megállítani, hogy tényleg valóban az emberek az ivartalanítást szorgalmaznák. Az nekünk segítség lenne. Egyébként mindenre szükségünk van egy menhelyen, főleg az élelmiszerre, de két kezi munkásokra, önkéntesekre is nagyon nagy szükség lenne, hiszen itt is az idő vasfogai megrágják a keneleket, és hegeszteni kéne, és betonozni, és nagyon-nagyon sok mindenben tudnának az emberek segíteni. Kevés önkéntesünk van. Általában, amikor önkéntes napokat szervezünk, úgy 90%-ban budapesti és dunántúli önkéntesek jönnek, és csak 10%-ot mozgat meg a karcagi és környékbeliek közül. Hát ez nagy segítség lenne, hogyha kicsit jobban mellénk állnának. Örökbefogadó napokat is tartanak, de ott nem tudnak az érdeklődőknek azonnal kutyát adni. Az örökbefogadó napokkal az a probléma, hogy nem tudjuk
abban a pillanatban a környezettanulmányt megcsinálni. Tehát hiába jönnek ide az emberek, és mutatnak rá a kennelben lévő kutyákra, hogy szeretnék elvinni, ezt nem tudjuk abban a pillanatban összehozni, hiszen nagyon nagy gondossággal adunk körökbe kutyákat, nem csak ilyen odaadjuk fogd és vidd alapon, hanem ezt megelőzően felmérjük a helyzetet, a helyet, hogy minden rendben legyen, és alkalmas legyen a örökbefogadó annak a kutyának a tartására. Bár enyhat él, de takarókra mindig szüksége van a menhelynek. Textilt nagyon sokat használnak a műtött, beteg, illetve a kölyök kutyák alá, de itató és etetőstálakat, bolhaírtót, féreghajtót is várnak. Az élelmiszeren túl a textileket nagyon sokat használunk, a műtött, beteg, illetve a kölyök kutyák alá. Továbbá még edényeket, nagyon, a tél nagyon megeszi az itató is és etető tálakat, illetve még ami segítség lehet, a bolhaírtó, féreghajtó és ilyen termékek. Elég nehéz előteremteni ezeknek az árát, tehát az építőanyagoknak az árát is, illetve még nehezebb egy szakember. Tehát, hogyha mi a kétkezi munkánkat adjuk bele, illetve az önkéntesek, akkor sokkal többre tudunk haladni. És igen, várjuk folyamatosan azokat is, akik szeretnének ebben segíteni. Aki önkéntes munkára szeretne jönni, őt is szívesen látják, akár télen is. Mi folyamatosan az 50 órásokat fogadjuk, tehát nagyon sok diákunk volt most is, de többnyire nyáron jönnek jobb időbe, azért itt a tél az kemény, és nem is várható el. Várjuk őket továbbra is, volt legalább 10 ember, aki élt a lehetőséggel, úgyhogy így lehet, és lehet minket keresni telefonon, illetve a közösségi oldalainkon megtalálnak, és bárki jelentkezhet önkéntes munkára. Szeretettel várjuk!